13. Bicske kupáról jelentkezünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben egyre növekvő létszámú versenyző gondolja úgy, hogy ellátogat erre a rendezvényre. Idén már több mint 200 nevező van itt a helyszínen. Mindig meg kell újulnunk, az idén is újultunk, új dolgokkal jöttünk, hiszen az aktuális és az állandó mozgás, az aktualitások és az állandó mozgásban tartása a versenynek az egyik mottója az alapértékei mellett. Teljesen új arculattal álltunk elő, és új szemléletmódokat is csempésztünk a rendezvényünkbe. Az itt jelenlevő versenyzők mindezt nagyon jól veszik, és örömmel látjuk, hogy patronálják, és a jövőre nézve látjuk azt az utat, ami azt mondja, hogy melyek azok, ahol még fejlődnünk kell, és mik azok, amik mellett viszont továbbra is le kell tennünk a voksunkat. Ez a rendezvény maga nemében egyedülálló az országban, hiszen saját weblapja, professzionális szervezése, több száz résztvevője van, és mindezt tesszük úgy, hogy nem csapat és nem látványsportág vagyunk, de remélünk, hogy egyre többen veszik ezt észre, hogy a küzdősportokban és a harcművészetekben hatalmas lehetőség rejlik. A határon túlról is jöttek versenyzők, Felvidékről a Szlovák Kempó Szövetség jött a legnagyobb létszámmal, 44 fő nevezett Felvidékről erre a versenyre, ami egyedülálló. Tehát ez is mutatja azt, hogy a határon túl is figyelemmel kísérik rendezvényünket, súlya van annak, amit mi itt teszünk, és a jó hírnév az nem áll meg az ország határon, hanem azon túl is terjed, és mi ennek nagyon örülünk. Ezt a kapcsolatot szeretnénk szélesíteni, egyre több országba elvinni versenyünknek a jó hírét, és megadni a lehetőséget, hogy a viszonosság elvén megtapasztalhassák itt Bicskén, hogy miről is beszélünk, és mi is az, amit ők videófelvételeken, websájtokon keresztül olvashatnak és láthatnak. Versenyünknek egyik nagy öröme, hogy szakmailag, társadalmalag is egyre prominensebb személyiségek fogadják el meghívásunkat, és jelenlétükkel támogatják versenyünket, emelve ennek a rendezvénynek is a rangját. Ami itt történik, ez felette van mindennek. Itt Bicskén, a környéken, ebben a küzdősportákban az, hogy itt vannak, ez szerintem most többet ér annál, mint hogyha esetleg egy testnevelés során beszélnek róla. Az is kell, az is szükséges. Tanítsuk meg a gyerekeket, tanítsuk meg a fiatalokat, de nem kell mindig előre haladni. A világ mindig azt gondolja, hogy mindig egy kicsit előrébb kell, hogy menjek. Én pedig azt gondolom, hogy a harcművészeteknek, a küzdősportáknak a helye a világban ma pontosan ott van, hiszen nem lenne egy ilyen kupa, hogyha ön vagy azok a szervezők, akik itt vannak és csodálatosan megszervezték ezt az eseményt, ne akarnának mindig egy kicsit többet a saját sportágukért tenni. A látvány minél szélesebb körben megismerik, szükség van ilyen versenyekre. És a versenyeknek szükség van olyan nézőire is, akik bejönnek. Tehát látom, hogy itt sok szülő, nagypapa, nagymama eljött, fotóz, tapsol, kiabál, szurkol a gyerekének, de szerintem még nagyobb körben kellene bemutatni ezt a sportágat. Szükség van arra, hogy ide meghívjuk esetleg, hogyha jövőre kétnapos lesz reményeink szerint, bízunk benne, hogy mi is támogatni tudjuk ezt az eseményt. Hívják be a kézilabdázókat, hívják be a futballistákat egy-egy órára, a csákváriak, akik először nyerték ezt a versenyt. Jöjjenek el a csákvári futballisták, 200-300 sportoló van Csákváron, kézilabdázó, tollaslabdázó futballista, 200 ember, ha ide az elnökkel megbeszélik, jöjjön el, nézze meg egy órára. És akkor nem az a fontos, hogy ő holnap után kempós legyen, vagy karatés, vagy bármilyen tékvándós, vagy olyan más stílus képviseljen, hanem az a fontos, hogy azt becsülje a másikat, érezze azt, hogy ez a kisfiú, hát itt most már tényleg nem is tudok őresen nézni, ilyen 6-7 éves gyerekek csodálatos fegyelmezettséggel végzik a munkájukat, meg a sportot, ott ülnek a szőnyeg mellett, az egészen rendkívüli dolog, és koncentrálnak, hogy ezt vegye észre egy kézilabdázó is, mert nagyon fontos, hogy a kézilabdázók ezt a fegyelmet, vagy a futballisták ezt a fegyelmet megtanulják. Szerintem ez lehet a jövője ennek a sportágnak, úgyhogy én javaslom, hogy jövőre a környékből ezeket a kézilabda, futball, tollaslabda, pingpong, stb. Sportágnak a vezetőit hívják meg a gyerekekkel együtt, hogy nézzétek, legyen csak itt egy fél órád.
és ez már bőven elég lesz neki. Erkölcsileg mindig is támogattuk ezt a versenyt, illetve támogatni is fogjuk. Anyagilag eddig nem sikerült olyan megfelelő támogatást adni az Egyesületnek, amit az Egyesület is szeretett volna kapni, illetve amit mi szerettünk volna adni, de remélhetőleg ez a jövőben megváltozik, és nagyobb támogatásban tudjuk részesíteni az Egyesületet, hogy ezt a színvonalat ezt tartani tudja, illetve esetleg emelni, ami a városban is egy kiemelkedő esemény. Legfontosabbnak tartom azt, hogy a gyermekek, illetve a fiatalok, illetve hát mindenki, akinek lehetőség van, az minél többet mozogjon, egyrészt az egészségmegőrzés szempontjából, másrészt a prevenció szempontjából, és harmadrészt, ami ugyanolyan fontos, a mindennapi életben való eligazodás szempontjából, viselkedés, kitartás, önfegyelemre tanít ez a sportág is. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha lehetősége van mindenkinek, az sportoljon, és ha lehet, minél többet. Ahogy az iskolákban is most már felmenő rendszerbe bevezetése kerül, pont ilyen megfontolások miatt a mindennapos testnevelés nagyon-nagyon nagy szükség van rá. Az egészségmegőrzés, illetve az emberi tartás szempontjából. Igazából, ami nagyon varázslatos és egyszerű, hogy elmondjuk, hogy ez az egész miről szól, megmutatjuk az eddigi eredményeinket, és legnagyobb megdöbbenésünkre azonosulnak azonnal ezekkel az említett dolgokkal, és örömmel teszik azt, hogy felvállalva azt, hogy hétvége a családtól elszakadva eljönnek ide, és személyesen is teszik ezt meg. Évek óta például a Szlovák Kempó Szövetség elnöke, Szenszáj Szajka Róbert, nélkül elképzelhetetlen a Bicske Kupa. Egy szakmai kvalitás, egy dinamikus fiatal ember, aki egyértelműen az itt jelen ítélétével egy meghatározó jelenség, de mondhatom ezt más nagy szakmai harcművészeti vezetőről, és nem küzdősportos híresség is megjelenik. Idén több település polgármestere volt az, illetve a település első emberének a jelenléte hiányában az őt képviselő embernek a jelenléte volt az, ami megmutatta, hogy ennek a rendezvénynek mekkora a híre, és egy település vezetőjének, első embereinek igenis oda kell figyelnie arra, hogy az ő településén lakók hol jelennek meg, min vesznek részt, milyen sikereket érnek el. És szerény megjegyzésem az, hogy a saját településünknek viszont egy hatalmas siker, hogy nem elmennek az emberek távoli városokba, országokba, különböző világ- meg Európa-bajnokságokra páran, hanem ide vonzunk több száz versenyzőt, több száz nézőt, és ezzel a településünk hírnevét sokkal hatékonyabban tudjuk patronálni, mintha az előző példát vennénk alapul. Ez egy hatalmas siker. Egy vezetőnek ezt fel kell ismerni, el kell gondolkodni azon, hogy ő neki ebbe milyen részt kell még továbbiakban vállalni. Mi, amit tudunk, adunk, és bízunk benne, hogy egyre komolyabb és egyre nagyobb fogadtatás fogja övezni elképzeléseinket a település vezetési részével. Nagyon szeretünk Magyarországra járni, versenyezni. A legpreferáltabb verseny ez a Bicske Kupa, mivel a bíráskodás szempontjából nagyon jó, és a díjazás szempontjából is. Tehát itt nagyon fontos a versenynek a mottója, hogy a gyerek üres kézzel nem mehet el a versenyről. Tehát vagy éremmel, vagy ajándéktáskával, de így úgy díjazzák. Tehát Metzger Antal munkássága itt tükröződik vissza, és a versenyszervezése szerintem Magyarországon az elsők között van, ha nem az első. Szakmai kapcsolatot ápolunk, tartunk. Szemináriumokra járunk Magyarországra, ugyanúgy a magyarországiak is járnak hozzánk, nemzetközi szövetségben is benne vagyunk, próbáljuk egymást segíteni. Ami fix számunkra, tehát 2014-ben azt tudjuk, hogy ebben az időpontban ugyanitt leszünk a Bicske Kupán. Ez a leg és legfontosabb verseny számunkra. Nem először veszek részt ezen az eseményen, illetve ennek az eseménysorozatnak korábbi éveiben már voltam itt.
fiam is járt ide, én magam is kempóztam egy ideig, és hát ugyanazt tapasztaltam, amit eddig. Egy nagyon jó színvonalú, nagyon jó hangulatú verseny, és egy jó terepe annak, ahol a fiatalokról kiderülhet, hogy mégiscsak vannak olyanok, akik dolgoznak azért, hogy többek, jobbak legyenek. Sajnos manapság azt látjuk, azt tapasztaljuk, és erről szólnak a hangok, a kritikus hangok, hogy a mai fiatalok tunyák, puhák, nem csinálnak semmit, csak a számítógép előtt ülnek. Igen, valóban, biztos nagyon sokan ezt csinálják, és valóban az lenne jobb, hogyha ennél sokkal többen lennének azok, akik aktív sportot végeznek. De itt akkor most bizonyságot nyert az, hogy igenis vannak fiatalok, akik ezen fölül emelkednek, akik ennél többet akarnak, akik hétről hétre, hetente többször edzésre járnak, akik otthon is, és az iskolájukban, a közösségeikben is egy értékrendet képviselnek. És ez a jó ebben a kempóban. Ezt szerettem, ezért járt ide a fiam, és ezért jártam ide én is, mert ez nem csak egyszerűen sport, nem olyan, mint a többi versenysport, ahol az eredményért küzdenek, itt önmaguk ellen küzdenek. Egy belső tartást ad. A keleti sportoknak a sajátja az, hogy nem csak a testet, hanem a lelket, a szellemet is ápolja, és azt is edzi, és azt is növeli. És ez az, amit itt meg lehet tapasztalni. Azt, hogy a fiatalok, akik itt küzdenek, egymásnak esnek, ütik, vágják egymást, és utána mosolyogva összepacsiznak, összeölelkeznek. Szép volt ez a küzdelem. Ezt viszem haza innen. Jövőre nézve már megvannak az álmaink, hiszen a Bicska Kupa ez egy folyamatos projekt, hiszen az, hogy ma vége szakad a versenynek, ez még nem áll meg, hiszen az utómunkálatok még körülbelül 3 hét aktív munkát szánnak nekünk, de onnantól kezdve tanulva a hibáinkból és látva a lehetőségeinket, keresve azokat a pontokat, ahol ki tudunk törni, folyamatosan tudjuk, hogy ezeket azok a lehetőségeket kell megragadnunk, és ezek mentén kell még nagyobb sikerekre törni, és itt vannak azok a lehetőségek, amiket nekünk szem előtt kell tartani. Jövőre nézve csak ezt tudom mondani, ez egy 14. éve folyó verseny. Magyarországon nincs ilyen harcművészeti verseny, ami a 14. évét éli, és folyamatosan növekvő érdeklődéssel bír. Ha ezt meg tudjuk értetni, és el tudjuk fogadtatni, kellőképpen tudjuk magasabb szinten is menedzseltetni, akkor mi maximálisan elégedettek leszünk, és hatalmas sikernünk, könyveljük el azt, hogy ez a folyamat nemhogy megszakad, hanem még nagyobb siker tud mindannyiunk számára majd hozni.